keresztények-e az Orbán vallás hívei? A Kompország vendége Reihert János. Reihert János publicista. Eredeti neve Nyíri János, Budapesten született 1959-ben. Mindig is nemzeti konzervatív értékrendet vallott. 82-ben magyar történelem szakos tanárként végzett, 10 évig tanított. 92-től 2017-ig sajtósként dolgozott, publikált többek között az Új Magyarországban és a Magyar Nemzetben, dolgozott a Magyar Televíziónál, de volt a KDNP sajtósa is. Ismerte Simicska Lajost, éveken át a Magyar Fejlesztési Bank szóvívői posztját töltötte be. 2017. decemberében demonstratívan kilépett a Fideszből és a KDNP-ből is, azóta persona non grata a mai kormányzatnál. Üdvözlöm a nézőket, ez a Kompország, a Magyar Hang közéleti beszélgetős portré műsora, és mai vendégünk Reihert János, publicista, és azt hiszem, őt nem kell bemutatni azoknak, akik követik a műsorainkat és olvassák az újságunkat. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek itt a stúdiónkban. Hát nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm a kedves nézőinket, és annyit hadd mondjak, hogy szerintem ez érdemen felüli megtiszteltetés, hogy egy ilyen műsort szántok rám, úgyhogy igyekszem megfelelni a belém helyezett bizalomnak, de köszönöm. Nem is gondoltam volna, amikor fölhívtatok, hogy ilyesmi eszetekbe fog jutni. Hát majd meglátjuk, hogy mire jutunk itt, nagyjából egy óra alatt. Puzsér rajongóknak különösen jó hír, hogy már kapható a Magyar Hang friss száma, heti lapunk friss száma. Ugye Puzsér Róberttel van egy nagy beszélgetés, Erkis Kornélia kolléganőm csinálta, készítette. Nem elég Novákék távozása címmel, azt gondolom, hogy ezzel nagyjából a fő témát úgy körül is írtuk, amiről ez a beszélgetés is szól, és egyébként számos vélemény foglalkozik továbbra is ezzel az üggyel, és van egy nagyobb összeállítás újságunkban, amely a gyermekvédelem helyzetét tárja föl, ezt több részben tervezzük, tehát hogy magáról a probléma lényegéről is szeretnénk minél több információt átadni az olvasóinknak. Meg időgép melléklet is van, tehát az elég tartalmas olvasmány, nem csak Puzsér rajongóknak szól az újság, úgyhogy keressék az újságot, iratkozzanak fel a csatornánkra. És hát mi is azt gondolom, hogy az aktuális, most mindent uraló üggyel kell, hogy kezdjük ezt a beszélgetést. Sokan most azon lamentálnak, hogy ugye kirobbant ez a kegyelmi botrány, lemondott a köztársasági elnök, távozott a közéletből a volt igazságügyminiszter, egy bizonyos pozíciójáról Balogh Zoltán is hát leköszönt a református egyházon belül, de hát ugye mi továbbra is református püspök, legalábbis most csütörtökön, amikor beszélgetünk, még az. Azt nem mondhatjuk, hogy ennek a botránynak nincsen következménye, mert ez önmagukban, önmagában ez is egy elég súlyos következmény, amiről beszéltem, de most mindenki azt találgatja, hogy megáll-e ez itt, hogy ebben lesz egy olyan ügy, ami magát a rendszert rendíti meg. És azt hiszem, abban egyetértünk, hogy amit látunk, az egy morális válság. Sok mindennek a válsága, de mondjuk így a rendszer morális alapja egy kikezdő válság, de hogy lesz ebből politikai válság, igazából mindenki erre kíváncsi, és nyilván ennek a tükrébe szemléli mindenki Magyar Péternek a tevékenységét is, posztjait, fellépését, majd nyilván róla is beszélünk. Tehát az alapkérdés az, hogy megáll itt ez az ügy, vagy van ebben még annyi tartalék, hogy ugye akár a választásokig is kitartson ez, és valami érdemi politikai következménye is legyen. Hát ez nagy falat. Elvetted mindjárt az első mondatomat. Igen, ez morális válság. Ez nem egyszerűen egy kegyelmi kérdés, ez egy súlyos morális kérdés. Ha megengeded ilyenkor, amikor olyan nagyobb dolgokat kell felmérni, akkor én szeretem időrendbe helyezni a dolgokat, és a furcsa időrenddel fogunk kezdeni. Tehát 1979-80-as tanévben voltam másodéves, és volt egy olyan oktatónk, akit én nagyon kedveltem, akivel jóba voltam, tehát nagyon értelmes ember volt, fejlődéslélektan tanított, és ő hordott minket nevelőintézetekbe. És én abban a tanévben nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy nevelőnek megyek. Tehát alapvetően tanárszakos voltam, de hogy kollégiumi nevelőnek megyek, az nagyon szép szakma, szép munka, hivatás. És az az igazság, hogy a tanév végére, tehát 1980 tavaszára kikristályosodott bennem, hogy nem. Mert a
pici belenézésekből is világosan kiderült, hogy ez a szféra rettenetesen beteg. Beteg azért, mert a lehetetlen élet és munkakörülmények között az ott dolgozók jelentős hányada maga is mentális segítségre szoruló ember volt. És ezen, még egyszer mondom, 44 éve. Tehát a probléma nemzedékek óta él velünk, hogy Magyarországon az elhagyott gyermekek ügye nincs rendezve. Most nem akarok Móricznak az Árvácska című könyvére utalni, de hát ez így volt, így van, és én nagy tisztelettel figyelem Orbán Viktornak a lelkes bejelentését, hogy ő most majd rendet tesz, amit én kívánok neki, hogy sikerüljön, csak nem nagyon hiszek benne. Mert itt nagyon súlyos kérdéseket kell megbeszélni, ugye azóta már távozott egy másik nevelőintézeti igazgató is, ugye, és kiderül, hogy ez a rendszer, tehát ez a nevelőintézeti rendszer erkölcsileg mennyire korhat, rossz, beteg, tetszőleges kifejezéseket találhatnak nálam vágyfülű emberek. Én azt szeretném ebből most konkrétan Novák Katalinra átkötve kihozni, hogy ő maga nem jutott el a problémáig. Szerintem ő nem is akarta a nevelőintézetek belső helyzetével foglalkozni. Én szerintem őt egyszerűen bizalmas körökből szépen elkezdték smirglizni, hogy adjon kegyelmet ennek a K. Endrének, és ezek az impulzusok többfelől érték. És végül aláírta ezt a kegyelmi kérvényt. Ugye Balogh Zoltán be is vallotta, hogy ő odahatott. Igen. A fenntartom, amit egyébként a múltkori kötött fogásban is hangsúlyosan mondtam, hogy meggyőződésem, hogy amikor Orbán Viktor a beszédében olyan határozottan közölte, hogy Novák Katalin egyedül döntött ebben az ügyben, akkor azért volt, hogy Novák Katalin fogja be a száját, ha jót akar magának. Ő még fiatal, neki még kell, hogy legyen jövője, ne beszéljen arról, hogy kik még. Ugye, és elég világosan kiderült, hogy a K családhoz lévő Janikó is kapcsolódik bizonyos értelemben, az intézményhez meg Orbán Viktor öccse az ő birkozó akadémiájába kapcsolódik. Az méltatlanul elsikkadt, hogy K. Endre testnevelő tanár, és ő felelt a testnevelési ügyekért ebben a nevelőintézetben, tehát Orbán Viktor testvérével nyilvánvalóan kapcsolatban állt. Az egész dolgot a kormányzat igyekszik megtartani abban a szférában, hogy lám-lám, mi rendet tettünk, itt lemondtak, itt meg volt a megfelelő büntetés. De vannak igen, következményei, igen, a hibáknak. Igen, következményekben gazdag rendszer vagyunk, hogy az ember nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen. És most Orbánnak valószínűleg eljutott a tudatáig, egyébként gondolom a Rogán által működtetett közvéleménykutató rendszer alapján, hogy ezt az emberek egyáltalán nem gondolják így. De mivel politikai következmények már nem lehetnek, kénytelen, ugye Rogán, Orbán a gyermek intézményi hálózatban találni következményeket, és ott felmutatni, hogy majd ő most rendet tesz. Nyilván lesznek áldozatok, nyilván lesznek ügyek. Még egyszer mondom, mert tele van ilyen ügyekkel az egész, aki belülről ismeri, tudja. Egyébként annyit engedjen meg, hogy a nevelők védelmében egy mondattal el, azért azt is jelezzem, hogy ez nehogy úgy képzeljék a kedves nézők, hogy egy csupa gazember vagy gonosztevő megy kollégiumi nevelőnek, azért jó tudni, hogy a neveltek is halmozottan sérült fiatalok, akik egyáltalán nem, ha szabad így fogalmazni, nem könnyű esetek. Tehát itt nagyon komoly szakmai, pszichológusi, pszichiáteri és hasonló támogatásra volna szükség, amit ez az intézményhálózat már több mint emberölti óta nem kap meg. És nyilván nem csak az anyagi része ennek az érdekes, bár nyilván az is fontos, mert hogy nem kellően megbecsültek anyagilag azok az emberek, akik ebben, és most nem az intézményvezetőkről beszélünk nyilván elsősorban, hanem akik ugye a konkrétan ezt a munkát végzik, foglalkoznak, találkoznak ezekkel a valóban hátrányos helyzetű vagy nehéz élethelyzetben lévő fiatalokkal, gyermekekkel. De nem lehet esetleg egy olyan pozitív kifutása ennek, hogy azért a figyelem most erre ráirányul. A kormány is sem tehet mást, mint hogy foglalkozik, vagy legalábbis úgy tesz, mint hogyha foglalkozna ezzel az üggyel. Hogy esetleg mondjuk a politika és a szakma összeadná azt, amit tud.
és akár lenne egy erőteljes politikai szándék, hogy ezt, ahogy te mondtad, hosszú évtizedek óta egy ilyen problémás területen valamifajta megoldást találjon, vagy legalábbis javítsa ennek a szférának a helyzetét, tehát nem lehet ennek egy ilyen kifutása, vagy az eddigi nyilatkozatokból úgy látszik, hogy minden marad ebben a politikai sárdobálásnak a területén. Legyünk őszinték, Szabolcs. Tehát a kormány, Orbán Viktor ugye zseniális politikus, tizenvalahány éve kormányoz, nagyon népszerű, nem tud, nem akar, nem fog megbukni. Én most elébe vágtam bizonyos értelemben. Súlyos gondok vannak az egészségügyben. Belenyomtak egy halom pénzt. Megoldódott valamelyik probléma? Nem. Súlyos gondok vannak a közoktatásban. Most belenyomtak egy halom pénzt. Ki az, aki épésszel azt hiszi, hogy meg fog oldódni valamelyik probléma? Nem fog. Ugyanez érvényes szerintem erre a nevelőintézeti szegmensre is. Ebben is majd bele fognak tenni látványosan, gondolom, a választási kampányban némi pénz, főleg szavakban, nem annyira tettek, mert szavakban, ugye vastagon, nem fog megoldódni semmi. Jól mondtad, miért? Azért nem oldódik meg az egészségügyben sem, a közoktatásban sem, mert nem együtt akarja csinálni a kormány a benne levőkkel, mert a benne levők az egészségügyben is, meg a közoktatásban is tulajdonképpen némi szabadságot akarnak. Döntési lehetőséget, hogy ne mondjam felelősséget. Ez szívta el előlük a rendszer, amikor az iskolaügyben egyetlen egy számottevő dolog van, ez az e-napló. Ha az e-naplóba be van írva valami, akkor az, hogy úgy mondjam, ontológiailag létezik. Hogy a valóságban nem volt matek óra, nem érdekel senkit. Fizika óra nem érdekel senkit, hogy ténylegesen a takarítónő vigyázott a gyerekekre. Nem érdekel senkit. Be van írva. Tehát ez így működik. A szomorú évünk van olyan értelemben, hogy idén folyamatosan belülről látogatok egészségügyi intézményeket számosokból, és azt látom, hogy az orvostársadalom megszakad a munkában, mert a magyar társadalom végtelenül előregedett, az orvostársadalom is előregedett, egyre kevesebb orvosra egyre több munka jut, és mivel nem hajlandók velük, mármint a szférával megbeszélni, mit kell tenni, gyakorlatilag kihullik alóluk az asszisztencia. Tehát az ellátásban résztvevők másik köre, elvész, nincs ápolónő, nincs szakasszisztens, nincs érdemben használható takarító, omladozik az infrastruktúra, van, ahol persze, hogy EU-s pénzben meg üresen állnak műtők, mert nem megy be senki, mert orvosi. Tehát ugyanez lesz itt is. A kormány, illetve általában jövő a politika részéről a szándék vagy a képesség hiányzik ahhoz, és most már akkor évtizedek óta hiányzik ez, hogy itt valami érdemi előrelépés legyen, vagy már eljutottunk oda, arra a pontra, amikor ha ezek meg is lennének, már akkor sem lehetne segíteni? Hát én úgy gondolom, hogy ennek a kormánynak a képessége mindenre megvan. Úgy értem, Orbán Viktor zseniális ember, kiváló agya van, nagy tudása, és most jön a lényeg, nem használja jóra. Tehát ezzel a lehetőséggel, nekem ezért volt ez a 2010 utáni időszak végeredményben borzasztó csalódás, mert Orbán Viktornak a népszerűsége meg a képességei egyformán azt ígérték, hogy itt van egy államférfi, aki a magyar társadalom nemzedékek óta húzódó problémáit megoldja, és a rendelkezésére álló nagy forrásokkal, gondolok arra, hogy az Európai Unióban, hogy akkor már vastagon kezdtek bejönni a pénzek, igazán akkor kezdtek. És a 10-es években a világgazdasági környezet is. Ráadásul ugye való igaz, hogy válságban kezdte a kormányzás, de 13-ra hatalmas konjunktúra volt, és ez a hatalmas konjunktúra arra volt jó, hogy hihetetlen mennyiségű pénzt ellopjanak, hihetetlen korrupt rendszert építsenek fel, a haverok gennyesre keressék magukat. És bizonyos, hogy a reálbér növekedést azért tudott produkálni ez a rendszer, bár hogyha ezt már összehasonlítjuk más hasonló helyzetben lévő országokkal, akkor ez nem tűnik olyan nagynak, viszont a társadalom mégiscsak úgy érte meg, hogy sikerül egy kettőre jutni. Igen. Ezért kellett ugye a tudatipart bevonni, mármint függőségbe vonni, és ezért gátolják, hogy az emberek, hogy mondjam, tehát ahhoz, hogy az átlagember normálisan tudjon gondolkozni a helyzetéről, az arra van szükség, hogy fair módon tájékoztassák. Erre ma Magyarországon nagyon sok embernek nincsen lehetősége. Fair módon tájékozódni. Rengeteg emberrel találkozom, és hangsúlyoznám, ez nem bivajpocsoládi, tehát ez nem Drávamenti vagy taktaközi probléma, ez Budapesten is az. Az emberek beköltöztek a
az előítéleteikbe, amelyeket ugye éjjel-nappal locsolgat a Rogán vezette propagandagépezet, és teljesen rácsavarodva az előítéleteikre, egyszerűen nem vesznek tudomást a valóságról. Ennek csak és kizárólag egy vége lehet, egy borzalmas megzakkanás, nagyon súlyos következményekkel. De visszatérve az eredeti kérdésedre, még egyszer mondom, a képessége a kormánynak megvolna, a szándéka nincs. De itt meg. Az intellektuális képességről beszélek, mert az a képesség, az a felhatalmazás az, hogy megvan minden eszköze. Őt most már rendeleti kormányzással gyakorlatilag azt csinál, amit akar, de a képesség is megvan, és ennyire nem látszódik ez? Kérlek szépen, maradva a szűkebb izénknél, mondjuk úgy a tudatiparnál, a kormány bármikor bármit és bárkit megvásárol. Gondoljál arra, hogy például az MCC-t, a Mátyás Corvinus Corvinus kollégiumot arra hozták létre, hogy nyugaton megvásárolják azokat, akik ezen a csatornán kapott pénzért jót mondanak a kormányról. Ugyanígy egy másik csatornán finanszírozzák ezt a SIPEC nevű konzervatív amerikai nem tudom mit, ide járnak a mi pénzünkön itt, bohóckodnak nekünk, és így tovább. Tehát a kormány megvehetné a megfelelő szaktudást, de nem akarja megvenni, mert egyetlen egy dolog érdekli, hogy mit mutat a közvéleménykutatás a népszerűségről. Egyelőre egyértelmű, hogy az adóász ebben a kérdéskörben a nyugdíj, tehát ugye a nyugdíjnak lenni kell, lesz 13. havi nyugdíj, prémium, stb. Ez hozza a legtöbb szavazatot, ehhez nem tudnak hozzányúlni, az ellenzék nem tud mit kezdeni vele, az ellenzék is fel van vásorolva olyan értelemben, hogy mindig mindenhova be tudott jutni a Fidesz, és ékverésre vagy lejáratásra megtalálta a megfelelő módokat, arra is volt pénz, a magyar médiát felvásárolták, ott a hozzánk hasonló, vagy tehát a Magyar Hanghoz hasonló szerkesztőségeket igyekeznek lehetőleg fél underground helyzetben tartani, nem mehetünk ki igazán a napfényre, mert hát gátolják minden formában, a másik oldalon meg üvölt a kórus. És nagyon sokan azt hallják Budapesten is, sőt, hát azt mondom a családomban is. Igen, de azért ez a tudatiparnak megvannak a korlátai, tehát pont ez az ügy mutatja azt, hiszen azt gondolom, hogy mindannyian ezt éreztük, meg amikor az egész ügy elkezdődött, tehát hogy a maga a hír, hogy ez a kegyelem megszületett, és hogy milyen körülmények között, persze ezek a pontos dolgok nem tudjuk, és valószínűleg lehet, hogy nem meg se fogjuk tudni sohasem, de önmagában ez a tény, azért ez olyan erősen átjárta a társadalmat, és ugye a Fidesz, akiről mindig azt mondjuk meg Orbán Viktor, hogy érti a néplelket, itt ugye nem ez történt, hanem hogy a rendszer előbb lefagyott, holott, hogyha a morális iránytű még meg lett volna, akkor ehhez nem kell felmérni a közhangulatot, nem kell megvárni, míg befutnak a felmérések, egyértelmű, hogy itt erre csak egyfajta válasz adható, és ezt a választ egyébként végül is ezzel mindig adós a miniszterelnök, hiszen mondjuk elnézést senkitől nem kértek. A köztársaság élők ugyan lemondott, de ugye sosem fogják azt se elismerni, hogy Orbán Viktor szólt oda, hogy lemondjon. Tehát látszólag ez egy szuverén döntés volt a részéről. Tehát, hogy eltelt egy bizonyos idő, ami alatt azért mégiscsak rájuk égett ez az egész botrány. És én ezt azért látom, hogy ebből azért még mindig nehezen tudnak szabadulni. Annyit csak, mint egy lábjegyzetként megjegyeznék, hogy én azt hiszem, hogy nem szólt oda Orbán Viktor. Sokkal rosszabb a helyzet, valamelyik közeli rokona szólt oda. Tehát a magyar kormányzás ez nem egyszer a miniszterelnök kezében van, hanem a miniszterelnök és szűk családja kezében. Tehát ez, akiket senki nem választott meg. Tehát én inkább így gondolom, én elhiszem Orbán Viktornak, hogy ő nem tudott róla, csak utólag értesült róla, aztán értesült arról, hogy neki közeli rokonai is benne voltak ebben a történetben, utána borult ki, hogy ez itt tart. És hát én csak egy párhuzamot tudok neked mondani. Jó, bármint elmondtál, hogy erre végül is, hogy konkrét bizonyíték nincsen, csak nincs. A kapcsolatrendszerét ismerjük ennek az embernek. Hát, miután Magyarországon sohasem, tehát nincsen jogállam, nincsen, nem tudsz független forrásból tájékozódni, megszűntek a kontrollintézmények, papíron vannak, de a gyakorlatban mindegyik teljes fideszes irányítás alatt áll. Lásd a köztársasági elnököt, mint alkotmánybírót az elmúlt években. Nem. Tehát arra, amikor azt mondják, hogy mi ez a baromság? A konzultációs évekből visszajött, nem tudom én, 1.876.414 darab, semmilyen formában nem tudsz róla meggyőződni, hogy ez igaz-e.
Ők adták ki, ők küldték ki, ők gyűjtötték össze, ők számolták meg, ők mondták meg, hogy mi van beleírva. Miért kéne ezt nekünk komolyan venni? Tehát nincs objektív mérce, nincs objektív tájékozódás, ezért mondom azt, amit most mondani fogok. Az egész engem 1944-re emlékeztet, konkrétan mindenkinek ajánlom a figyelmébe, jó szívvel, Zsindely Ferenc naplóját kiadták kb. Egy éve, és a Zsindely naplóban, ugye Zsindely, aki Telekinek, Bárdosinak, Kálainak volt a politikai államtitkára, két zsidó törvény megalkotásában, hogy tehát, hogy elfogadja a felsőház, aktívan lobbizott. Ez a Zsindely 44, tehát 43-ban elvesztették a bizalmukat benne a Kálaiek, ez Zsindely a naplója szerint nem fogja fel, tehát kinyomták kereskedelemügyi miniszternek, nem bíztak benne, hogy a kiugrási háttértárgyalásokban mindenben megbízható lenne, de Zsindely nem értette meg akkor. A lényeg az, hogy kereskedelemügyi miniszter volt március 19-ig, utána nem járt be, nem is állították bíróság elé, rövid úton igazolták, csak elvesztette az egzisztenciáját. De a lényeg az, hogy Zsindely, aki közelről végignézte a Teleki öngyilkosságát, a Bárdosi hülyeségeit, a naplójából lehet tudni, hogy annak tartotta a Kálai kettősét, amit szintén hülyeségnek tartott, na ezért rúgták ki, de ezt nem fogta fel, és azt írja a Zsindely a naplójában, 44 márciusban, 1944 márciusban, hogy döbbente látja, akkor ő már nem jár be. Tehát ha izé után van, a németek bejöttek, hogy az emberek örülnek, hogy bejöttek a németek, mert ezek legalább majd megvédenek minket a vörös hadseregtől. Mondja Zsindely 44 március, majd a németek megvédenek minket a vörös hadseregtől. Áprilisban meg azt írja már a naplójában ez a Zsindely, hogy megkitűzik, ugye azt hiszem április 4-én kellett kitűzni a sárga csillagot. 44 április 4-től volt ez a szabály, ha jól emlékszem, de ez mindegy. Egy pár nappal később írja, hogy nem is gondoltam volna, hogy ennyi zsidó van. Mondja az az államtitkár, aki két zsidó törvény átverésében tevékenyezett, majd a felesége révén ugye zsidókat bújtat a villájában. Ez teljes elmebaj. Na, ugyanide megyünk most. A teljes elmebajba. Én ezt látom a Fidesz körüliekkel, a kisúgókon, akik ugye hirtelen elkezdtek mesélni, hogy ez van, meg az van, meg akik név nélkül hajlandók az ellenzéki sajtónak nyilatkozni, hogy jó volna, ha észrevennék magukon, hogy 44 nyara van, tehát olyan jellegű özébe futnak bele, krachba futnak bele, amiről el se tudják képzelni, hogy lesz. Tehát én nagyon sajnálom őket, én így látom a dolgot, hogy nem, ez nem fog sokáig menni. Amit te mondtál, azt mondtad, hogy a politikai következmény nem nagyon lesz, hiszen Orbán Viktor pozíciója a szilárd. És én sem arra, amikor a politikai következményről beszéltem, én sem arra gondoltam, hogy itt most záros határidőn belül, nem tudom én, megbukik vagy ilyesmi. De azért a politikai következmény az lehet az is, hogy mondjuk akkor már egy folyamatos presszió alá kerül. Ugye láttuk azt, hogy volt egy nagy tüntetés, volt egy nagyon nagy tüntetés a Hősök terén. Tölgyesi Péter azt mondta, hogy ellenzéki tüntetés, nem tudja, talán évtizedek óta nem volt ekkora Magyarországon. Majd utána volt egy másik tüntetés is, amit ugye a parlamenti ellenzék, annak az egy része, a nagyobb része szervezett, ahol hát ennek a töredéke vagy nagyon kevesen jelentek meg ehhez képest. Ez például mit üzen? Tehát ez azt jelenti, hogy a társadalomban van valami igény arra, hogy egy más politika legyen, de egyelőre ez a kereset meg a kínálat, ez nagyon nem akar találkozni, és ha ez a helyzet megmarad, akkor a Fidesz végül is karcolás nélkül is átvészelheti ezt a helyzetet. Teljesen egyetértek veled, és megint azt mondom, hogy 1944. Tehát a magyar parlamenti ellenzék az a rendszer része, nem várható, hogy megbukik. Ugye 1941-től, tehát 39-ben voltak utoljára választások, 39 pünkösdjén, ugye a klasszikus hortista elit megbukott, és egy szélső jobboldali többség lett, ugye Imrédi Béla mögött az országgyűlésben, de a miniszterelnök kinevezésének joga Hortinál volt, így ugye ilyen félellenzéki kormányként lett a Teleki kormány, és hát többi a történetet ismerik, nem akarok én ebben hosszan belemenni, de oda akarok kiukadni, hogy ettől a parlamentáris rendszert, ami a Kossuth téren székel, ettől nem várható. Ezért mondom, hogy nincs politikai kilábalás, ebből krach az lesz.
krach az lesz. És ahogy 44-ben, vagy sőt azt mondom 42-ben, a magyar társadalom bénultan és rémülten nézt, hogy elviszik a családfőt katonának. Ugye 43-ban, akik érintettek voltak, azok döbbenten tudták meg, hogy szerettük eltűnt a hómezőkön. Ez százezreket érintett rokonaikkal együtt, milliós tömegről, ez is semmit nem tudtak csinálni. Tehát a döbbenten nézték. És most jön, ami megint párhuzamos ez a rendszer az akkorival, hogy akkor kifizették az embereket azzal, hogy mindenek a zsidók az okai, ugye? És majd a, ezért ugye a, majd a, tehát ugye 44 április a Zsinden leírja, ugye, hogy az emberek úgy gondolták, hogy most legalább megoldódik a probléma. Tehát, hogy most végre a zsidókat helyre teszik, most nem akarok izé lenni. Ugye? És úgy gondolták, hogy ez jó, ez őszig kitartott, addigra megérkeztek a Vörös Hadsereg alakulatai, összeomlott az erdélyi front, ugye, tehát bejöttek ezért puskalövés nélkül az Alföldre, értelmét vesztette az Árpád vonal, tehát mindaz, amit elképzeltek, kiderült, hogy teljesen irreális, ugye, és a legvégén a magyar hülyeség, ebben tulajdonképpen Horthy Miklós és az úgynevezett ellenzék egyformán bűnös, ugye Szálasihoz vezetett. És Szálasival egy söpredék került hatalomra, és én most nem akarok tovább menni a izébe, de attól okunk van szerintem félni, hogy az Orbán rezsim bukása ugyanolyan káoszt fog hozni magával, mint a Horthyé. Tehát nem látom, hogy értelmes, normális politikai artikuláció formálódnék, mert egyszerűen nem jön össze. Tehát azt tudom neked mondani, hogy legalább 200 vagy 300 olyan kisebb kört ismerek az országban, amelyik abszolút elégedetlen magával, maga között szerveződik. De hát a kurucok úgy mondták, hogy a fejetlen lábság állapotában vagyunk, nincs főnök. Ugye akkor jött Tököli és főnök lett. Most nem jön Tököli, hál' Istennek, mert ugye az egy gazember volt, de ez most mindegy. Tehát nem jön Tököli, nem jön senki, aki képes volna ezt a sok apró izét megmozdítani. Én azért álltam oda, ugye itt a kötött fogásban elmondtam Pálinkás József mellé, reméltem, hogy neki sikerült, de nem sikerült neki se. Nem látom azt a tekintélyes embert, aki beáldozná magát, és azt mondaná, hogy na én megpróbálom. Pálinkás József megpróbálta, nem sikerült. Senkit nem látok. Értem. Jó, akkor beszéljünk arról, hogyha kívülről olyan erő nem látszik, amely ezt politikai változást el tudna érni, akkor ugye felvetődik az, hogy esetleg belülről történhet el. És ha belül, ezt most ilyen tágabb értelemben veszem, tehát hogy nyilván olyanok is, akik már nem tartoznak a Fideszhez, de valaha oda tartoztak, és akkor azt most jó körben beszélgetünk. Másrészt ugye látunk egy olyan személyiséget, most éppen Magyar Pétert, aki nagyon sok mindent elkezd mondani a belső ügyekről, tesz utalást arra, hogy nem cáfolja azt, hogy párt, most meg valami új erőről van szó, bár konkrétumot nem mond, miközben azt is látjuk, hogy ezek a bizonyos Fidesz árvák, vagy elégedetlenek, vagy akik nem a baloldali világhoz tartoznak, de a Fideszből kiábrándultak, azért nagyon sok formációban jelen vannak a magyar közéletben, a pártpolitikai szintéren is, és ez valahogy mégsem tud összeállni valami egységes rendszerre. Tehát az a megoldás nem járható, hogy esetleg, én ebben ugyan nem hiszek, de kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy valami belső erjedés az kikényszerít valamilyen politikai változást. És hát a Magyar Péter mozgását figyelve mindenki azt találgatja, hogy esetleg van-e valaki, aki a belső körökből mögötte áll, és akár mozgatja is őt. Hát az a helyzet, hogy eltaláltál. Tehát abban az értelemben, hogy én nekem személyesen is azt tudom mondani, bele az éterbe hallják, akik hallják. Hallják meg, akik meg akarják hallani. Tehát, hogy én úgy gondolom, tehát, hogy én holnap belépnék a Kereszténydemokrata Néppártba, a KDNP-be, ha véletlenül a KDNP a saját alapszabálya és alapelvei mentén akarna működni. Tehát igen, látom, én nem értem, tehát például a KDNP képviselői elővennék a saját dokumentumaikat, aminek alapján léteznek, holnap ki kellene lépniük ebből a koalícióból. Ha ők ezt megtennék, hirtelen lenne sok százezer támogatójuk, nyilván valószínűleg Semmilyen Zsoltot le kéne váltani, mert ő nem lenne ebben hiteles, de ők ezt megtehetnék. Sajnos azt látom, hogy a KDNP tagsága sem ér fel szellemileg a saját
alapelveig. Nem tudja. Nem érdekli. De tehát érted a válaszomat? Igen. Tehát ott van, benne van. Van egy csomó fideszes. Ismerek én is egy sor fideszest, aki teljes mértékben elégedetlen azzal, ami folyik. De nem szól egy szót se, egy jó részük valahol, hogy mondjam, a margón egy viszonylag jobb állásban van. A Fidesz nemzedéket én úgy hívom az 1956 és 70 között születetteket, ugye ezek azért most már nyugdíjba mennek, a nyugdíjra várnak, kibekkelésre játszanak, ugye még 2 éven van, még 1 éven van, még 5 éven van, most már nem fog ugrálni. Tehát a Fideszen belüli ellenzék, hát nincs abban a szellemi helyzetben, vagy inkább nem is tudom, miben bátor, nincs, érted, nem veszik a bátorságot, hogy elmondják, hogy Viktor, meg tehát a többi széltoló körülötte, hát ti becsaptatok minket, kiárusítottátok a Fideszt, a másik társaság a kereszténydemokrata eszméket, ti árokba vagy szakadékba viszitek az országot, és ezért mi itt hagyunk titeket. A hozzám hasonlók csöndbe kilépnek, vagy lefalcolnak, ki se lépnek. Beszéltem én olyannal is, aki azt mondta, hogy én fizetem a tagdíjat, de a közelükbe nem megyek. Érted? Hát, nincs. Tehát egyetértünk, csak én úgy gondolom egyébként, hogy lehetne. Itt a különbség. Hát rajt nekik kellene megváltozniuk, szembenézniük a tényekkel, de nem fognak. Hát most nem antiszemitizmus van, hanem most Brüsszel van, meg Soros, meg mit tudom én, gender, meg ilyen baromság. Jó, de az a két érv az erős lehet velük szemben is. Ha esetleg mondjuk fölvetik belső körben, hogy hát ez így nem jó, akkor nyilván ki lehet találni, hogy nagyjából kétfajta választ kaphatnak, hogy jó, de akkor ha nem mi vagyunk, akkor kijön, és akkor ránéznek az ellenzékre, és akkor látják azt, amit látnak. Vagy azt mondják, hogy hát lehet itt így morális kérdéseken rugózni, na de hát ez a fajta hatalomgyár, ugye Török Gábor kifejezését most így értsem be, ez végül is jól működik, hiszen a szavazókat megtartja, a választási helyzetben a kétharmadot is szállítja, és feltehetőleg most is szállítaná. Erre ez kevés azt mondani, hogy egyébként bizonyos dolgokon változtatni kellene. Tehát... Ez teljesen érvényes. Azt tudom neked mondani, amit én e tárgyban tenni szoktam, hogy a római katolikusként felidézem mindig azt, ugye, hogy a katolikus tanítás szerint az embernek van szabad akarata. Ugye, és az, hogy mit jelent, hogy az embernek szabad akarata van, ez amely keresztény körökben is, ugye, például a reformátusokkal ugye lehet elvszerű vitát folytatni, de az én határozott, hogy mondjam, értelmezésem ebben az, és úgy gondolom, hogy igazam van, hogy a szabad akarat azt jelenti, embertárs neked, hogy szabadon választasz, hogy megteszed a jót, vagy nem teszed meg a jót, megteszed a rosszat, vagy nem teszed meg a rosszat. Nem az a te problémád, hogy jót teszel, vagy rosszat. Az két döntés. Eldöntöd, hogy nem csinálod meg a jót, eldöntöd, hogy megcsinálod a rosszat. Vagy fordítva. Tehát ez ilyen egyszerű. Tehát a választásra lefordítva pedig én mindenkinek könyörögtem 2022-ben is, igencsak mérsékelt eredménnyel. Most is megismétlem, amit mondtam, hogy el kell menni választani, és legfeljebb érvénytelen szavazatot leadni. Üzenjétek meg a teljes politikai spektrumnak, hogy nem kelletek. Az, hogy otthon maradtok, az nagyon jó kimagyarázható. De hogyha leadnának 1,5 millió szavazatot például most az önkormányzati vagy az EP választáson érvénytelenül, akkor az érvénytelen szavazatnak volna egy súlyos nemzetközi üzenete. Megértenék a külföldiek, hogy igen, Magyarország népe nem áll-e mögött az elmebaj mögött, amit az Orbán rezsim megtestesít, és nem tud odaállni a saját, mármint a rezsim ellenzéke mögé sem, mert nincs hozzá köze. Én úgy gondolom, hogy ez a legjobb. Igen, de ez akkor működne, ha mondjuk a Fidesz szavazó bázisából is, még megvoltak mondjuk 2022 szavazó bázisából, sokan szintén így gondolkodnának, mert ha ez azok teszik ezt meg, akiknek ez a rendszer eleve nem tetszik, de nem látnak más alternatívát, akkor ennek végül is matematikailag az eredménye, hogy lehet, hogy lesz sok ilyen érvénytelen szavazat, és ennek van egyfajta üzenete, de a Fidesz akkor az nem 50%-kal, hanem 70%-kal nyeri a választást. Hát értelek, még az is lehet, de én úgy gondolom, hogy
hogy a többiek szavazatáért én nem vagyok felelős, én csak a sajátomért. Tehát ha ez így történik, ahogy te felvázoltad, az a többiek felelőssége lesz. Azzal én az a magam egy voksával úgyse tudok keresztbe feküdni, és nyilván nekünk számolnunk kell azzal, most nem választóként, magyar állampolgárként mondom, hogy a Fidesz minden létező eszközét be fogja vetni, hogy elvigye az összes szavazóját, még a perem szavazókat is, tehát a krumpli, a hagyma, minden működni fog. A választási eredmények, ha térképre tesszük, tökéletesen el fogják mondani, hogy ez mennyire lett bevetve ez a fegyver, tehát a szavazatvásárlás, amit persze becsomagolnak, ügyesen elmagyarázzák, hogy nem is az volt. Ez működni fog. Én nagyon örülnék, ha legalább odáig eljutnának a konzervatív szimpatizánsok, hogy elmennek, és a függöny mögött, a szavazófülke magányában legalább adjanak le egy érvénytelen szavazatot, hogy tudassák a Viktorra, hogy ez így nem megy tovább. Keresztény konzervatív szemmel sem megy tovább. Ha úgy látják, hogy nincs keresztény konzervatív párt a szavazólapon, akkor járjanak el így. Tehát én nem tudok más kívánni. Nem hiszek benne, hogy azért kéne nekem valahogy szavazni, mert mások máshogy fognak szavazni. Értem, értem. Egyébként, amit mondtál itt a szabad akaratról, az azt gondolom, hogy ha ezt komolyan vette volna akár Novák Katalin vagy Varga Rüde, azért azt gondolom, hogy inkább Novák Katalin az érdekes, akkor azt is tudhatta volna, hogy talán azért bukott most meg, mert nem gondolt abba bele, hogy mindig van másik választás, mindig lehet máshogy dönteni, és igenis lehet, akárhonnan érkezik, valami fajta nyomásgyakorlás lehet nemet is mondani, és hogyha ezt megtette volna, ha szuverén módon viselkedett volna, szemben menve egyébként a rendszer logikájával, akkor ma is mondjuk ő lenne a köztársasági elnök. Azért, de csak egy mondatot, hogy Novák Katalinról nem készülök tanulmányt írni, de azért mindjárt végig gondolhatjuk, mert hiszen alattvalói voltunk, tehát ebbe a rendszerbe vagyunk betagolva, hogy az a kapcsolat, ami Novák Katalin és Balogh Zoltán között van, és ami úgy előrajzolódott most, az én szerintem nagyon kínos. Ennél többet nem is szeretnék mondani. Igazándiból nagy örömmel látom, hogy a református hitsorsosok közül bátran, sokan nagyon bátran kiállnak, hogy ez tarthatatlan és vállalhatatlan, és igazándiból ennek egy olvasata van, tehát Balogh Zoltánnak ki kell válni a református egyház szervezetből, amennyiben ez nem történik meg, tehát minden nap, amit ott tölt benne, az a református egyházra nézvést, a református közösségre nézvést, egy nagy teher, egy romlás. Minden nap a mélyebbre süllyeszti a református, a magyarországi református egyházat, vagy magyar református egyházat, Balogh Zoltán. Tehát én egyébként szomorú szívvel mondom, mert nagyon régen volt szerencsém megismerhetni őt, a 90, még nem volt a Orbánék hatalmon, és egy nagyon okos, nagyon jó pofa embert ismertem meg benne, aki nagyon érdekesen beszélt a Fideszhez fűződő viszonyáról, és akkor is az derült ki számomra, hogy olyan okos és annyira meggyőző kaliber, hogy nagy hatást gyakorolt fideszes politikusokra, az akkori előadása szerint elsősorban Kövér Lászlóra és Orbán Viktorra is, és ezt azért mesélem itt a nyilvánosság előtt, hogy értsük, hogy az, hogy ma ide jutott Magyarország, az bizonyos értelemben Balogh Zoltán szellemi eredménye is. Igen, bár nyilván az az időszak, amikor ez történt, ezt te pozitív fejleményként élted meg, hiszen a Fidesznek volt egy olyan átalakulása a 90-es években. Ugye te magadat mindig is keresztény konzervatívként határoztad meg, és ugye a Fidesz, mint tudjuk, liberális pártként indult, és volt egy ilyen átmenet, és sokan szokták ezt mondani, nyilván ennél a Fidesz akkor is bonyolultabb volt ez a térdre csuhások korszak, majd utána volt a kereszténységnek végül is a vállalása, és most eljutottunk ugye a politikai kereszténység fogalmáig is, de hogy akkor ez a te felfogásod, meg sokak felfogása szerint ez egy pozitív váltás, ez hogy fordult át hát hittel való töltekezés, hogy fogalmazzak így, egy ilyen nagyon eltorzult politikai kereszténységbe, ami egyébként azt gondolom, hogy ennek a emlegetett morális válságnak az egyik sarokpontja, hiszen azt mondhatjuk, hogy ez a fajta politikai kereszténység erkölcsileg megbukott ezzel az üggyel.
Egyrészt milyen egyetértek, másrészt talán érdekelni fogja a nézőket, hogy a Fidesz genezisébe egy picit hadd menjünk bele most, hogy a Fidesz születésekor a Fideszen belül volt keresztény konzervatív polgári vonal. Ha csak Németh Zsoltot említjük, aki a református egyházhoz. Németh Zsolt, Prőle Gergely, Tircs Tamás, hosszan sorolhatnám, Sasvári Szilárd, stb. Ezek az emberek most mind, gyakorlatilag mind Margóra vannak nyomva, így vagy amúgy. Ugye a Németh Géza fia. Igen. Németh Zsolt, igen. Na, tehát Németh Zsolt ugye hiába van ott, ahol van, az ő atlantista szemlélete teljes mértékben zárójelben van téve. Hát eljutottunk a kérdésig. Tehát, hogy miért hallgattuk, fiú? Tehát volt ilyen. Az, hogy a Fideszen belül, ez egy, azt mondanám én a 90-es évek elejére úgy emlékszem, hogy ilyen termékeny együttélésben élt. Tehát nem akarták egymást kinyírni, összetették, amiük van, egy kicsit ez, egy kicsit az, akkoriban Orbán Viktorék még ez a térdre csuhások tempóban voltak, nem tartoztak ide. Tehát igen, ez világos, igen. De nem is akarták egymást megölni, margóra nyomni, kicsinálni, és tulajdonképpen a 94-es veresség Orbán Viktor fejében egy nagy átalakuláshoz vezetett, és amennyire én tudom, aztán majd a történészek egyszer kiderítik, tulajdonképpen úgy kezdődött ez az egész, amiben most élünk, hogy Orbán Viktor egy ilyen szalonon odament Granasztói Györgyhöz, aki ugye Antal köreihez tartozott, igen, és nagyon komoly tudós volt, és mondta neki, hogy hát azt kellene csinálni, hogy az MDF, a KDNP, meg a Fidesz fogjon össze egy polgári izéért, és hogy hát talán a professzor úr volna erre alkalmas ezt vezetni. És Granasztói azt mondta, hogy ez nagyon jó ötlet, Viktor, de nem én, mert te vagy a következő nemzedék, megvannak hozzá az adottságaid, a vezetői képességeid, neked kell ennek az élére állni. Ennek valahogy legjobb tudomásom szerint ez volt a születési pontja. És Orbán Viktor, aki ugye elmagyarázta, szerintem a legfontosabb ilyen önleleplező izé volt, hogy ne menjen a politikusnak, aki nem tud útizni, ugye, aki a következő leosztásban nem tud azzal lenni gátlástalanul, aki ellen játszott az előzőben, és aki ellen fog a következőben. Tehát ugye Orbán szépen felvette magára ezt a keresztény izéjét, és akkor teljesen mindegy, hogy reformátusként Rorátéra jár, vagy tehát ahogy a kedves izé közönség kívánja, éppen azt csinálja. A valódi keresztényekről beszéltem egy perccel ezelőtt, hogy azok szépen margóra lettek téve, és megjelentek azok az új keresztények, akiknek az egész életútja, életvitele tulajdonképpen összeegyeztethetetlen a keresztény tanítása, nem a ők játsszák a keresztényt, Rogán Antal, meg nem is sorolom a többit, borzasztó, rossz nézni, tehát én nem fogok izékkel, én azért mondom Rogán Antalt, mert egy nagy hatalmú emberem, tetszik neki, akkor gyaláztasson engemet a béres igriceivel, engem az nem érdekel. Tehát olyan emberek, mint Rogán Antal, a kereszténység szégyenei. Most akik ezt az embert komolyan veszik, pláne szavazatukkal támogatják, azok ne gondolják maguk, hogy ők keresztények. Ők Fidesz keresztények, nem keresztények. Ugye arról sokat írtál, szoktál beszélni, hogy most legutóbb ugye a friss népszámlálási adatok kapcsán is, hogy miközben ez a politikai kereszténység, vagy a keresztény szabadság, ugye ezt is mondták régebben, hogy ez az ideológiai alapja ennek a kormányzásnak, ez ugye hát csúcsra van járatva Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy a hívek száma, magukat hívőnek vallók száma, keresztény egyházhoz vallók száma, tartozónak vallók száma folyamatosan csökken, és időnként egész drámai módon. Nyilván ez a ügy, ez a botrány, ez még egy lökést ad ennek a folyamatnak. Tehát, hogy te egyébként nem tartasz attól, hogy ha itt nem következik be valami fajta változás, és most az egyházak viszonyulásáról beszélek ehhez a hatalomhoz, akkor az egy végzetes csapást mér a magyar keresztény, egyházra, a magyar keresztény közösségre, hiszen ma már nagyon sokan, és azt gondolom, hogy bizonyos értelemben igazságtalanul, magát a vallást is azonosítják azzal, amit látnak negatív példaként bizonyos lelkipásztorok tevékenységében. Hát meg kell mondjam neked, Szabolcs, hogy fájó pont ez, mert tehát én 2012 és 2014 között, tehát egy 2,5 év alatt írtam egy nagyobb eszét, erre most nem érdemes kitörni, de abban jöttem rá,
tehát annak az elkészítésekor, hogy minden népnek három attribútuma határozza meg a sorsát, a tudás, az erkölcs és a demográfiai állapota. Most csak a demográfiánál maradjunk. A 2018-ra a négy év változásaiból arra a következtetésre jutottam, hogy 2020 és 30 közötti évtizedben a magyar populáció, a magyar társadalom össze fog omlani. Ugye 18-tól vártam a 21-es népszámlálást, ami ismert okokból 22-ben valósult meg, és 23-ban tették közé az eredményeket. Én pont itt a Magyar Hang szerkesztőségében elmondtam, hogy majd remélem, hogy erre fogunk beszélni részletekbe menően. Ezt mondtam tavaly ősszel, azóta eltelt több hónap. Azért nem is kerestelek titeket ezzel az egésszel, mert rettenetes szívvel látom, hogy sajnos minden megkövetkezik, amit gondoltam. És a 2022. évi népszámlálás adatai, azok tulajdonképpen leírták, hogy a magyar társadalom egy végelgyengülés előszobájában van, és ezek a folyamatok gyakorlatilag megállíthatatlanul zajlanak, mégpedig, ahogy akkor is gondoltam, tehát 18-ban 6 éve, hogy exponenciális, tehát egyre gyorsuló tempóban. A kormányzat meggyőződésem szerint Orbán, aki nagyon okos, tisztában van ezzel. A probléma megoldása az lett, hogy a statisztikai hivatalt Rogán Antal média birodalmába betagolták, hogy ne beszéljen a bajokról. Ezt csak azért mondom, ez is egy nagyon súlyos történelmi bűn, hogy a stathivatal Rogán alá tartozik. Ez is egy megbocsáthatatlan bűn. Na de visszatérve közelebbre az egyházhoz, hogy hogy az egyháztól elpártolók száma ilyen magas, ugye, mert drámai lett, ez jó volna felfogniuk az egyház vezetőknek, konkrétan a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, a Református Zsinatnak, az evangélikusoknak, stb. Nagy tévedés azt hinni, hogy Orbán Viktort ez zavarja. Ők pontosan örülnek ennek a fejleménynek, mert azt mérik be, hogy Magyarországon az úgynevezett magyar kereszténység, vagy kultúrkereszténység kikerült az egyházak irányítása alól, és az Orbán vallás része lett. Tehát az, hogy mi a kereszténység, azt a Rogán propaganda minisztériuma mondja meg. Dermedten látom egyébként, hogy ebben templomba járó ismerőseim is, hogy mondjam, benne vannak. Tehát ők, akik valószínűleg beixelték, hogy katolikusok, simán elhiszik, hogy az a kereszténység, amit a Rogán művek felbefögnek. Semmi köze a kereszténységnek ahhoz, amit mondjuk a magyar nemzet, vagy a Mandiner, vagy a pesti srácok fizetett tolnokai hadolának. Semmi köze a kereszténységhez. Ugye a püspökkar így van fogva. A protestánsok zsinata is így van fogva. Az evangélikusoknál a legnagyobb bátorság az volt, most lesz majd ugye új választás, hogy képesek voltak Font Sándorral szemben Prőle Gergelyt megtartani az országos szervezetüknek a világi vezetésében, ugye pedig az Orbánék a fontot akarták, majd kíváncsi vagyok, hogy most sikerül-e megbuktatni a Prőlét, vagy mi lesz az evangélikusoknak. De valójában az Orbánék egyáltalán nem bánják. Gondolj bele abba, hogy gondoljunk bele abba, hogy 2010 után a kormánynak ugye az volt csebben a tenger, tökéletesen mutatja. Az volt ez, hogy ezentúl lesz kötelező hittan, vagy hit és erkölcstan a közoktatásban. A magyar püspöki kar tiltakozott, a katolikus püspöki kar tiltakozott, pontosan látta, hogy ennek nagyon rossz következmények lesznek, be is következtek ezek a következmények. Miért ment át? Azért, mert a reformátusoknak ez fontos volt, és a balog vonal átvitte a kormányon, mert van egy, tehát a reformátusoknál ugye nagyon sok a lelkész, akinek nem jut közösség, egyházközség, munka. Ezek most kaptak fizetést, meg munkát a hittanórákon keresztül, a kötelező hittanórákon keresztül. Ezért lett átvive. A katolikusok ma Halten-Weiter Dienen, ugye befogták a pofájukat és csinálják tovább. Na de bárhol megkérdezed, még egyszer mondom, bárhol az országban, hány gyerek jár hittanra, katolikus hittanra, mondanak egy számot. Ezekből hány gyerek jár templomra, és mondanak egy számot, ami az első számnak mondjuk a 30%-a, vagy a 20, jó esetben az 50. De szó nincs róla, hogy hittanos gyerekek templomba járnának, vagy egyáltalán a szüleik. Hogy érdekelni őket.
ez van, csináljuk vasárnap meg ezért. Na de én olyanra is tudok példát, hogy a hitoktató azt mondja a plébánosnak, hogy ő nem ér rá vasárnap délelőtt templomba menni, mert ő az ebédet főzi olyankor. Mi ez? Színház. Kinek jó? Orbánéknak. A katolikus egyháznak nem jó, a Krisztus ügyének nem jó, semminek nem jó, kivéve az Orbán kereszténységet. Tehát a kérdésedre az a válaszom, hogy az Orbánékat egyáltalán zavarja, hogy a beixelő keresztények eltűnnek. Nekik az a fontos, hogy azt higgyék, hogy az a kereszténység, amit mit tudom én, Francesca Rivafinoli, vagy ki a bánat ír. Érted? Nem az a kereszténység, amit Szilvai Gergely ír meg a többiek, meg amit elbohóckodnak a tévében, ez a szép fiú. Nevetséges. Nevetséges. De nem is, de csinálhatják addig, amíg a püspöki konferencia egyszer végre ki nem áll. Csak egyébként így javasoltam. Ugyanaz lesz, mint a Fidesznél, hogy akik ugye csendben vannak, előbb-utóbb már visszafordítatlan a folyamat, és itt is elmulasztják a pillanatot, majd már valószínűleg már el is mulasztották. És egyébként logikus, amit mondasz, hiszen az egyház az valahol a civil társadalomnak is a része, és egy egyházi közösség, annak mindenképpen szükségképpen van egy autonómiája, egy belső autonómiája. Ez nyilván, ha ilyen erős közösségek volnának, ez a jelenlegi hatalom gondolkodásába egész egyszerűen nem fér bele, hogy mert akkor az akár konfliktushoz is vezethet. Igen, és a katolikusok ilyen értelemben rosszabbak a kávinistáknál, mert én nekem a magyar élettapasztalatom röviden úgy szól, hogyha egy katolikussal megbeszélsz valamit, hogy ezt kéne vagy azt kéne, akkor széles mosolyal azt mondja, hogy igen, és nem fog történni semmi. Ha egy reformátusnak állsz elő egy javaslat, akkor az azonnal közli, hogy nem, mert egy derék protestáns, tehát nem, és akkor lehet, hogy két hét múlva visszajön, hogy gondolkoztam rajta, hogy van ebben valami. Most ezt a dacos reformátusságot, ezt a dacos protestáns lelkületet nézhetik meg maguk körében a kávinista egyházközségek, meg a zsinati gyűlösük, hogy a protestánsok most aztán oda csaptak, ugye, és ez nem jó, ha egy protestáns feldühödik, az nem jó, nézzük meg Ady Endre verseit. Ugye, tehát ez nem egészség. Katolikusok még nyelnek, meg hallgatnak. Valószínűleg már túlmentek a határon, és ez már nagyon keményen visszahullik rájuk. Például abban kiindulva, hogy egy belső mérések mutatják, hogy az egyházi iskolákban végzőknek, végzés után eszükben nem jut templomba járni, az elsőprő többségüknek, nem a felüknek, a 90%-uk többet a templom felé nem megy. De ugye ki van írva, hogy Szent XY iskola, államtól egyházhoz megy a pénz onnan az iskolába, ez úgymond az egyháznak is jó. Hát, hogy senki nem lesz katolikus, ez kit érdekel? Hát így nem lehet csinálni. De ennek nagyon súlyos következményei lesznek. Kicsit most itt a beszélgetés vége fele, én nagyon személyes vizekre szeretnék evezni. A műsor portré jellegét kicsit kiemelve, miközben nyilván kapcsolódunk ahhoz, amiről eddig beszéltünk. Ugye, te 1982 óta tanár voltál jó 10 évig, és utána szippantott be, nyilván gondolom ez a rendszerváltással összefüggésben a megnyíló lehetőségek miatt is a különböző sajtós tevékenység és végül is a politika felé való orientálódás. Egyébként csak ezért hagytad abba a tanítást, vagy volt ennek valami más oka? Azt mondtad, hogy a nevelő hivatás az miért nem volt vonzó, de itt most ugye a tanításról beszélünk. 82-ben magyar történelemszakos tanári diplomát kaptam, és akkor elkezdtem tanítani, és mivel nem hittem benne, tehát úgy képzeltem, mint mindannyian akkoriban, ugye, hogy az a rendszer örökké tart, és akkor én örökké tanár leszek, mert a gyerekek, meg a izé, stb. És 88 novemberében volt még egy fontos esemény az életemben, itt a szemközti oldalon a Szent István közgazdasági szakközép, ott megalapítottuk a pedagógusok demokratikus szakszervezetét, avval nyitottam én az iskolán kívüli világra olyan értelemben, hogy hát mást is kéne csinálni. Csak nekem akkor 3 egész pici gyerekem volt, és beválasztottak az országos választmányba, amiben már nem tudtam annyit ténykedni, mint amennyit kellett volna, vagy jó lett volna. Abból a választmányban nagyon sokan messzire jutottak olyan értelemben, hogy a Filó Katalin ugye az Antal kormányban közoktatásért felelős államtitkár lett, a Juan Gábor hasonlókat csinált, Pokorni Zoltánból minisztere lett, stb. Tehát ott volt egy csomó ilyen ember, a Lakner Zoli, szintén az MDF kormány. Igen, tehát hogy a lényeg az, hogy onnan sokan elmentek, én meg akkor, hát szabad így fogalmazni, tehát én nem bírtam, nekem 3-2 vagy 2-1 és 0 éves gyerekem volt, és nem tudtam abból kiszakadni. Itt a válasz egyébként a kérdésedre, tehát
Van még egy embert, akkor megemlítenék, a napokban halt meg Czakó Gábor, neki is súlyos felelőssége van abban, hogy én aztán újságok és szerkesztőségek közelébe kerültem ebbe a Gábor vidbe. Ő egy kiváló ember volt, még annál is kiválóbb. Borzasztóan fájt most a halála, még akkor is, hogyha az utolsó években nem beszéltünk, mert ő is ott maradt abban a világban, amelyik Orbán körül van, amelyiket én nem hibáztatom, itt 80 éves emberekről van szó, tehát ők még mindig, tehát ez a korosztály még mindig motiválható azzal, hogy visszajönnek a kommunisták. Ugye, akik kicsit próbálnak reálisabban élni, azok tudják, hogy a kommunisták a temetőben vannak, és nem fognak visszajönni. A mai magyar baloldalban sincsenek kommunisták. Ha bolsevik mentalitása van valahol, az a Fidesz. Tehát ők hasonlítanak erre, de őket sem nevezném kommunistának. De mindegy, tehát Czakó Gábor egy fantasztikus ember volt. Emberként fantasztikus volt, íróként is nagyon jó, tehát a műveit is nagyon remélem, hogy nem fogja a feledéspora belepni. Hát őnek épp köszönhetem, hogy a sajtóba kerültem, és ebben a eltelt 20-akárhány évben, vagy 30 évben sajtóztam. Soha nem jártam baloldali szerkesztőségben, ha szabad így fogalmazni, és én büszkén merem mondani, hogy azért vagyok itt, mert én megmaradtam egy bizonyos szellemi platformon, a különféle médiumok megjöttek, mentek a placon, hol ide, hol oda, a Magyar Nemzet oda, ahova, más lapok megszűntek. Beszéltél már arról a Fidesz átalakulásáról a 90-es évek derekán, és ezt te azt hiszem, hogy elég közelről láttad ezt a folyamatot, hogy itt mindig föltörik a kérdés, hogy ez mennyire volt hiteles. És eszünkbe juthat az, amit ugye minden, a név nem is fontos, volt egy ilyen Fidesz közeli figura, aki ugye azt mondta, hogy a polgári Magyarország, ez még az csak egy politikai termék volt, amivel gyakorlatilag a 98 és 2002-es kormányzás hát alapját próbálta megsemmisíteni. De azért, aki ezt mondta, akkor még a közelébe se járt ennek. Kicsit úgy érzem, hogy a saját cinizmusát vetítette vissza a múltba, hogy te egyébként nyilván valamennyire ezt hitelesnek érezted, hiszen akkor nem is lettél volna ott ennek a politikai erőnek a közelében ebben az időszakban. Tehát, hogy ez valóban egy mélyen átélt ideológia volt, ha egyáltalán ezt ideológiának lehet nevezni, ugye a polgári Magyarországot is, illetve ez a bizonyos keresztény fordulat, ami akkor még nem jelentett nyilvánvalóan politikai kereszténységet. Hát nézd, vannak nekem gyerekkori barátaim, akik azt mondják most, hogy János, te olyan hülye vagy, hát mi már akkor is láttuk, hogy ez egy színház, és az Orbán egy igaz ember, most nagyon leegyszerűsítve. Én be kell valljam, nem. Én hittem, tehát én komolyan gondolom az egyház társadalmi tanítását, tehát hogy annak alapján érdemes társadalmat és államot szervezni, vagy segíteni a társadalom és az állam működését. Én azt hittem, hogy Orbánék is komolyan gondolják, és én a 98 és 2002 közötti kormányzásra ma is úgy emlékszem vissza, mint a életem egyik napfényes jó időszakára, amikor a polgári Magyarország ügye előre ment. Ami 2010 után történt, először azt hittem, hogy az fog folytatódni, és az első éveknek a furcsa dolgait, például a magánnyugdíjpénztárak felszámolását, akkor szükséges rossznak tekintettem. Egyébként speciál a magánnyugdíjpénztáraknak az állami költségvetésbe való visszavételét ma sem tartom megokolatlan döntésnek. Viszont azt, hogy akkor kialakult egy olyan rendszer, amelyik, tehát Orbán a maga könyörtelen következetességével, én arra gondolok, hogy Orbán nagyon okos, de egy dologhoz ért Isten igazából, és ez a szervezet szociológia, tehát szervezetek irányítása, működtetése, szétverése, befolyásolása, ebben a tárgykörben ő Nobel-díjas. Tehát én azt hittem, hogy ezt az országért vagy a népért csináljuk. Aztán tulajdonképpen 14-ben kezdett gyanús lenni, hogy nem, és igazándiból én bevallom, amikor Simicska Lajos kiborult a híredet G-napon, ugye 15 februárban, akkor én úgy gondoltam, hogy most már nyilvánvalóan semmilyen formában sem vállalható tovább ez az egész. Ugye, és akkortól én abszolút kívülállóként igyekeztem nézni ezt a dolgot igazándiból.
És ugye azt, 14 pár évvel később léptél ki a Fideszből és KDNP-ből is. Ténylegesen 17 végén léptem ki mind a két pártból, sőt, hát tulajdonképpen a Fidesz nagykovácsiai szervezetének az alapításában több mint egy évi munkám feküdt, hogy ott meggyőzzek embereket, hogy ezt érdemes csinálni a polgári Magyarországért. Ezek az emberek megrökönyödtek a döntésemen, sőt, hát ugye a megfelelő impulzusokat is megkapták, ugye én áruló vagyok, ami azért érdekes, mert ugye én egyedül én vagyok, aki ugyanazokat az eszményeket vallom, a Fidesz meg a mostani egyáltalán nem azokat az eszményeket vallja, de ez őket nem zavarja, én meg különösebben fogom zsenírozni magamat attól, hogy néhányan úgy gondolják, hogy áruló vagyok, nem látom értelmét ennek a fajta beszélgetésnek. A Fidesz, hát akkor beszéljünk egy nagyon kínos kérdésről, Simicska Lajosról. Tehát ugye Simicska Lajos, igen, tehát Simicska, mert hát tényleg ő megszemélyesíti ezt a problémát. Egy ti személyes kapcsolatban voltatok? Nézd, én ismerem Simicska Lajos, személyesen nem jártunk össze soha. Igen-igen ritkán voltunk mondjuk szűkebb társaságban. Én gyakorlatilag 2-3 ilyen alkalmat tudnék megemlíteni. És én úgy gondolom, hogy Simicska Lajos nagyon tiszta fejű ember volt. 1990 végén azt mondta a párttörvény megszületésekor Simicska Lajos, hogy ez, mármint az a párttörvény, amit az MDF koalíció és többség fogadott el, tehát hogy ez a törvénybe foglalt korrupció, mondta Simicska Lajos, és ezt a korrupciót intézte ő 90 től 2014-es választás utáni. Ugye akkor volt egy meghasonlás a 10-14-es ciklusban, amit én közelebbről nem ismerek, de amennyire hozzám eljutott, ez kezdődött azzal, hogy az oroszokkal elkezdett Orbán bótolni. Simicska Lajos egy valódi, igazi antikommunista volt. Most arra látjuk, hogy Orbán Viktorról ez nem mondható el. Tehát amikor keresztény, akkor körülbelül pontosan ugyanannyira keresztény, mint amikor antikommunista volt. Mind a kettő nagyjából egyforma értékű politikai termék. Tehát ugye, ezért is amikor tehát Simicska összekülönbözött Orbánnal, akkor azt szeretném, tényleg komolyan gondolom, amit mondok, hogy a Simicska tartotta kézben azt, hogy a Fidesz ne váljon egy mérhetetlenül korrupt szervezetté, úgy okoskodott, hogy amit a pártnak meg kell szerezni, azt ő megszerzi. De nem volt hajlandó a Pityaner képviselői zsívánságokat eltűrni. És ezért 14-re a Fideszen belül Simicskával szemben volt egy mérhetetlen belső gyűlölet, az egyszerű mezei fizeszes képviselők részéről, mert a Lajos nem hagyta őket lopni. És ez volt az, ami oda kulminált, hogy elszabadult a pokol, ugye, és Orbán Viktor kirakta Simicskát a rendszerből. Mert nem Simicska kezdte, Orbán ugye, amikor a Liszkaiékat ellene fordította gondosan aznap, amikor tudta, hogy elvben külföldre megy telelni, szánkózni. Ugye, akkor tulajdonképpen Orbán kirakta Simicskát, és az volt az a pillanat, amikor a rendszer szintet lépett. De amióta a korrupció a Fidesz univerzumban nem a párt megélését, túlélését szolgálja, hanem itt van mindenki, aki gyertek, fiúk, aki ügyesen akar seftelni, annak itt helye van. És lehet borsodi képviselő, lehet felügyelőbizottsági tag valahol, lehet egy állami intézmény vezetője, mindegy, seftelhet. És azóta, tehát 14-es választás óta a Fidesz erkölcsileg visszavonhatatlanul, visszafordíthatatlanul romlott lett, bár 20 perc azt mondtam, hogy én örülnék a legjobban visszafordulna. Nem hiszem, hogy a partra szorított tisztességes fideszesek még egyszer át fogják venni, annál is inkább, mert egyelőre még nem fogták fel a társadalomtudósok, de a 14 végén volt a Fideszben egy olyan alapszabály módosítás, amelyik miatt a Fidesz azóta Orbán Viktor személyes pártja, és Orbán Viktor leválthatatlan a Fideszben, és Orbán Viktorral a Fidesz a temetőbe fog menni. Egy picit most próbálok vitatkozni, vagy szembe menni azzal, mert egy picit, amit Simicska Lajosról elmondtál, az nekem olyan idealistának tűnik.
Mert végül is te is azt mondod, hogy az a rendszer, amit ő működtetett, azért az korrupt volt az alapvető tekintve, ő maga is így gondolkodott erről. Csak akkor meg lehetett ideologizálni, hogy hát igen, amikor ő mondjuk a 90-es években ugye kétségkívül volt a gazdaságban és a médiában egy ilyen liberális baloldali fölény. És hát ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, bizonyos módszerek kellettek. Nyilván ezzel magyarázott sok minden, sok ember magának, hogy ezt miért tesz a Fidesz. És az, hogy a párttörvény is ezt írta le. Igen. Ettől még nyilván lehetett volna törekedni egy tisztességesebb működésre is, de... Te azt mondod, hogy ennek egy ideológiai alapja volt ennek a szakításnak az orosz kapcsolat, de sokan meg erre azt mondják, és én ezt nem tudom, mert én ugyan a Magyar Nemzet főszerkesztő helyettese voltam ebben az időszakban, ami ugye a Simicska-féle sajtóbirodalomnak volt a része, de hát közöttünk semmilyen személyes kapcsolat nem volt. Tehát nem tud, fogalmam sincs, hogy ő ezekről a dolgokról hogy gondolkodott, de azt azért tudom, hogy sokan azt mondják erre, hogy lehet ezt ideologizálni is ezt a dolgot, de ugye valójában ez egy klasszikus hatalmi konfliktus volt a két ember között, mármint Orbán Viktor és Simicska Lajos között. Egész egyszerűen ez a rendszer két ilyen erős, és egyébként Simicska Lajos ugye vele Orbán Viktorral egyenrangú figura volt. Ő volt, aki a gazdasági hátországot ugye a Fidesz mögé rakta, aminek nagyon nagy jelentősége volt. De egész egyszerűen Orbán Viktornak már egy idő után nem volt erre szüksége. Talán nyomasztotta is az a befolyás, amit a gazdasági életben Simicska Lajos teremtett. Nyilván a Fidesz farvizén, de ettől függetlenül ez az ő személyes befolyása volt. Tehát, hogy szükségképpen mentek egymással szemben, és nyilván, aki a politikai hatalom volt végül is, az kerekedett felül. Tehát ilyen értelemben szükségszerű volt ez. Tehát, hogy ebben tulajdonképpen nem feltétlenül kell erkölcsi dimenziót keresni, vagy ideológiai dimenziót. Nem hiszem, hogy mondjam, meg tudnám cáfolni, amit mondtál. Annyit azért, tehát, hogy a kiszorulás mértéke, tehát a megerősítendő azt, amit az előbb mondtam, annyit hadd meséljek, hogy a 2010-14-es ciklusban én hallottam fideszes képviselőktől, hogy mondjam, nagyon rossz a lóhangsúlya, hogy elmentem a kövérhez és elmondtam a tervem, és azt mondta, hogy a Lajossal megbeszélted? Tehát így gyűlt össze ez a Fidesz-szem belüli ellenszem Simicskával szemben. Ez aláhúzza azt, amit te mondtál, hogy ő volt a kettes számú miniszterelnök, mármint Simicska Lajos. Tehát, hogy gazdasági akit értelemben... Akit ugye senki nem választott meg erre a pozícióra. Így van, hozzá. Ez is mélyen igaz. Mélyen igaz. Amit itt még egyszer el kell mondjam, hogy szerintem tehát Simicska Lajos felépítette a rendszert, és tulajdonképpen annak függvényében került egyre hátrébb, hogy az Orbán gyerekek felnőtté váltak. Érted? És akkor kiderült, ugye, hogy hát itt a Viktornak vannak kedvesebb emberek, mint Simicska Lajos, akit ugye nagyon régi gimnáziumi bizalmas barátnak tekintett, de hát azért a lányom meg a... Na érted, szóval akkor ugye egyre kevésbé lett fontos. De még egyszer mondom, fenntartom, hogy a Simicska-féle világ korrupciója alapvetően a Fideszt szolgálta, egy pártot, egy eszményt, míg a mostani világ korrupciója, azért most nagyon olcsó leszek, de mondjuk a Voldemort nagyurat, tehát Mengi Rolandot szolgálja, meg Lázár János szolgálja, meg a Simonkát szolgálja, meg érted? Tehát ez most nem a Fidesz mögött álló korrupció, ez egész egy korrupt banda. Na most ez nem volt Simicska alatt. Tehát nem szeretném tényleg, pontosan tudom, hogy itt a szerkesztőségben sokan vannak, akik egyáltalán nem emlékeznek pozitívan Simicska Lajosra, nem is akarom őket e tekintetben megkérdőjelezni, vagy kiábrándulni. Elmondtam, amit én láttam, meg gondolok erről, és szerintem, ha Simicska Lajosnak az lett volna fontos, hogy ő is megmutassa, mint mondjuk a, hogy hívják a, segíts már a műtrágya királyt. Bige László. Igen, ugye ő az, aki a leggazdagabb magyarok közül nyíltan szemben mer menni Orbán, Simicska is megtehette volna, de ő neki ez már ilyen értelemben szerintem nem volt fontos. Tehát az egészet hagyta a fenébe.
Még azt hitte, hogy a vonából lesz valami. De nincs azért azért gyanúta. Van felelőssége. És még egy, van felelőssége, valami, bocsáss meg, erre gondolom, hogy van felelőssége. Hogy Gyurgyák János egyenesen azt mondja, hogy amikor, amiben élünk, azt ugye Orbán rendszernek szoktuk nevezni, de szerinte helyesebb lenne Orbán Simicska rendszerről beszélni. Milyen egyetértek? És ugye az ő az magatartás, hogy itt nem arról volt szó, hogy, végül is őt, erre megint csak nincsenek konkrét bizonyítékok, hiszen ez az egész rendszer, és ezt amit már ő fölépített már, mint Simicska Lajos, ez is gyakorlatilag a színlelt jogviszonyokra épül. Tehát, hogy most valakinek ki a valódi tulajdonosa, milyen opciós jogok vannak, hát ez egy igen nehezen átlátható történet volt, mert a G-napon tulajdonképpen annyi történt, hogy Liszkai Gábor eladta a részesedését Simicska Lajosnak, ez volt a nagy tett. Ez volt a hős tett, ez volt a szabadságharc. Mellesleg jegyzem meg, hogy ugye minket, ugye itt Simicska árváznak, én azt gondolom, hogy, hát a legnagyobb Simicska ára Magyarországon az Orbán Viktor maga, meg egyébként a Fidesz maga, amúgy Soros árvák is egyben. De ez csak egy mellékes kérdés, hogy ugye most megint előkerült Simicska Lajos neve Magyar Péterrel összefüggésben. Ugye volt egy olyan hír, amit nem cáfolt, de nem is erősített meg egyértelműen Magyar Péter, hogy itt valami fajta pártban gondolkodik, és hogy már tett is lépéseket, hogy pártot építsen, és akkor ugye ezt a 444 írta meg, hogy ők úgy tudják, hogy Simicska Lajos keresi vele a kapcsolatot. Magyar Péter azt mondta, hogy nem beszél Simicska Lajossal, nem is ismeri. Ezek szerint te azt már nem tudod elképzelni, hogy ő bármilyen módon ilyen pártfinanszírozási ügyben részt vegyen. Egyáltalán ez jó tenne egy politikai erőnek, hogy mellette megjelenik Simicska Lajos. Ja, múlt héten ugye 6 milliárd volt a lottó főnyeremény, és ezért én is kitöltöttem egy szelvényt, csak még elfelejtettem megnézni, hogy nyertem-e. Tehát oda akarok kiukadni, hogy ritkán szoktam fogadni. Én meglepődnék, ha Simicska Lajos bárkivel pártot akarna alapítani, vagy Magyar Péterrel is. De nem hiszem. Szerintem mi azt mondta, hogy ezt megette a fene, és ő ebből kimarad. Nem, tehát ugye a vonával megpróbálta, az nem jött. Mondhatjuk, hogy őt egyébként a Fidesz úgy, ahogy kifizette, tehát egy alalkú volt, amikor ő távozott, hogy nyilván azokért a tulajdon, amit ő tulajdonolt, nagyon sok mindent ugye átjátszott, eladott. Simicskát? Igen, nyilván ezért kellett a Fidesznek fizetnie. Szerintem valamit. Szerintem Simicska Lajos nem földön futó. Tehát ezt nem gondolnám. Ezt senki nem gondolja. Nyilván valamilyen formában volt egy végső elszámolás. Ugye a pletyka szerint ebben a Sesták Miklósnak volt ugye az a dolga, hogy a Simicskát kirakja, mint jogász ugye a izékből. A legeslegvégén is tárgyaltak, ugye a Simicska közeli ismerőse, a Nyerges, meg ezek intézhették el. Igen, a, hát a Nyergesen nyerges keresztül játszották át a Fidesz közeli cégekhez. Igen, az aztán ugye szerintem a béke része az volt, hogy a Simicska legközvetlenebb munkatársait aztán szépen betagolták a NER-be. Én nem se beszél senki, hogy gyakorlatilag a gazdasági vezetők közül mindenki ott van valahol. Igen, szépen volt, aki egy évig várt, volt, aki tovább volt, aki kevesebben, de aztán szépen, mert a 18 után gyakorlatilag mindenki bocsánatot kapott, van, aki nem tudom, FB elnök, IZÉ elnök, olyan. Tehát nem szerintem a Orbán felmérte, hogy a Lajos tehetséges embereket választott ki, használható embereket választott ki. Szerintem azok az emberek felmérték, hogy a Simicska Lajosnak nincs jövője, az a rész vége, bezárult, hogy akar valamit csinálni, elmegy oda. Mégis én is ide eljövök, tehát persze, hát. Másképp, hogy nem mennék el a Népszabadsághoz, akkor sem működne, nem megyek el a Magyar Szemzethez, hiába működik. Tehát igen, tehát mindenki talált valamit, ami a szájízének megfelelő. Simicska Lajos, nem hiszem, hogy visszajönne, mindenki jöjjön vissza erre a pályára. Ugye te voltál az MFB sajtós agyőre szóvivője is annak idején, és ugye ez a szervezet is ugye Simicska Lajoshoz kötődött, tehát egyértelműen a rendszer része. Hogyan emlékszel vissza ezekre az időkre? Most látjuk azt, hogy a sajtót hogy kezeli ez a jelenlegi hatalom. Tehát, hogy igazából ma a sajtós és szóvivő feladat az a sajtó elhárítással egyenértékű. Tehát, hogy érdemi tájékoztatás nincs. A te idődben ez máshogy volt? Az az igazság, hogy amióta kijöttem az MFB-be, ezt a kérdést először teszik föl nekem, és szerintem visszanézhető, soha az MFB nevét le nem írtam, mert ugye, tehát amit most mondandó vagyok, azt azzal együtt kéretik értékelni, hogy válaszolok, mert nem tartom fairnek, hogy ne válaszoljak, de nem örülök annak, hogy erről beszélnem kell, mert
Én nem tartom magamat kompetensnek abban, hogy az MFB ügyeiről nyilatkozom. Tehát ugye itt rengeteg banktitok egyéb van, ezekről nem fogok beszélni. Amit, ezt nem is kér senki. De amit, amit ezért nagyon feladat, hogy amiről lehet, arról igen, beszéljen. Hogy én úgy kerültem a Magyar Fejlesztési Bankba, hogy aki engem oda meghívott, nyilván bárki könnyen utána nézhet, Baranyai László elnök vezérigazgató volt, ő engem azért hívott meg, mert engem ismert, ismerte a nézeteimet, tudta, hogy nem vagyok rosszban ezzel a világgal, se a Fidesz-el, se a Simicska világ, stb. De nem gondoltam, hogy tulajdonképpen azt is tudta, hogy nem vagyok egy róton rángatható figura, és az ottani években nem is rángatott engem senki dróton. Tehát akkor az MFB-nek volt saját sajtóvilága, amiről azt kell tudni, hogy a meghatározó elem ez a bizonyos banktitok volt. Tehát ugye nagyon furcsa helyzet van, mert bemész a ringbe, te nem üthetsz, téged üthetnek. Ez körülbelül egy banknak a sajtója. Van egy másik banki sajtó, amit inkább kommunikációnak neveznék, az összes kereskedelmi bank vastagon él vele, ugye reklámozza magát. Hogyan reklámozza magát, annak megvannak azok a áttétes következménye, ugye, hogy a szerkesztőség szeretne reklámot kapni, akkor ugye nem feltétlenül akar írni bizonyos dolgokról. Igen. Ugye hát ez egy világos, ugye mi ezzel nem élhettünk, mert ugye nem reklámoztunk semmit nekünk különösebben, ha volt is reklámunk, az annyira nem kötődött a bankhoz, az a kormányzati programokhoz kötődött, és ez bizonyos értelemben a kormányzattal egyeztetve ment, ha különböző banki kisvállalkozói hitelek, egyebek izéje. A sajtunk alapvetően védekezésről szólt, akkor jöttek a már elnézést, tehát újságíróként talán a mieinkre mondhatom, fafejű kérdések, hogy miért tart az MFB cégcsoport terepjárókat. És akkor vissza kellett írni, hogy azért, mert van nálunk 23 állami erdőgazdaság, és a vezetők nem tudnak kimenni az erdőbe, csak terepjáróval. Tehát ilyen szintű beszélgetések folytak, aminek sok értelme, bizonyos értelme nem volt, de hát az újságírók eszébe jutott megkérdezni, mi megválaszoltuk. Tehát körülbelül ez volt ennek a sajtónak a lényege. Amit pedig én elmondtam az előbb a Simicska nemzeti vagyonvédelme, tehát a Fideszért igen, másért nem, azokat hát maradjunk abban, hogy bankos tapasztalataim alapján is mondom. Tehát az MFB nem hitelezett kétes ügyleteket csak azért, mert egy fideszes jött be megkérni. Hát ennek az lett a vége, hogy Baranyai László 13. szeptemberétől nem volt az MFB elnök vezérigazgatója. Tényleg nem akarok erről többet beszélni, de hát sapienti sact mondják. Tehát igen. Végezetül azt lehetem megkérdezni, hogy te szemmel láthatóan szereted a nézeteidet megosztani a nyilvánossággal, ugye írsz hozzánk rendszeresen cikkeket, műsorainkban is szerepelsz, és ha van fórum, akkor elmondod a véleményedet. Az a jövőkép, amit felszoktál vázolni, azért az meglehetősen borús. Demográfiáról, de másról is beszélhetünk. Mi az, ami téged motivál? És mit gondolnál arról, hogy mi az, ami úgy értelmessé, hasznossá teszi a te tevékenységet. Mitől éreznéd azt, hogy megérte ez a sok évtizednyi szereplés, sok évtizednyi részvétel a így vagy úgy, ilyen vagy olyan pozícióban a magyar közéletben? Igazándiból az első része Vásznak furcsa, tehát a családom. Most nem sokára megházasodik a legkisebb gyerekem, ez borzasztóan fontos, tehát ez nem borzasztóan, ez nagyon fontos, ez motivál. Én úgy gondolom, hogy jó házasságban élek, ez is motivál. Az a mániám, hogy dumálok, ez még a tanármúltból maradt. Ha valaki meghallgatja, akkor elmondom, ha nem hallgatja, akkor nem mondom el, tehát én nem rohanok szószéket keresni, vagy piedesztát, hogy fölálljak rá. Ennyi, úgy gondolom, Isten tenyerén ülök, tehát ezeket a fórumokat, amikor adják, akkor az azért van. Tehát ti is tudjátok, hogy kerültem például most ide, ti is tudjátok, hogy kerültem a kötött fogásba. Ha azt mondjátok a jövő héten, hogy nem hívtok, akkor nem fogok jönni, akkor otthon maradok, aztán gyepszellőztetést végeztem az elmúlt napokban. Tehát akkor azzal fog foglalkozni. Nem, tehát ha megtalálnak, örülök, ha nem keresnek, akkor meg úgy maradok. Tehát akkor nem fogok... És nem arra hány borsul, amit mondasz, nem érzel? Igen,
Illetve nem, tehát egész pontosan az elmúlt hetekben elég sok olyan örömteli mozanat élt, hogy ide a szerkesztőségbe is jönnek reflexiók, meg elhívtak egy-két helyre, érdekes módon elsősorban a demográfia miatt, most hétfőn is fogok menni egy ilyen helyre, ha van ilyen, örülök. Ha kaptam olyat is egyébként a hitsorsosoktól, hogy fogjam be a számat, akkor befogom. Hát én nem azért, mert félek elmondani, de ezeket barátok kérnek, hogy ne mondjak ilyeneket, mert nem örömmel hallgatják, hogy az egyház rossz pályára megy, stb. Inkább nem mondjam. Hát akkor nem mondom, akkor a végén úgyis meg fogjátok látni, fiúk, meg én is, hogy igazam lesz, sajnálom. Hát a strusz politika sohasem volt sikeres stratégia, az biztos. Igen, és mondom, leginkább az, hogy az évtized végére Magyarország milyen állapotban lesz, bár ne lenne igazam. Hát remélem lesz alkalmunk akkor is akár visszatérni ezeknek a kérdéseknek a megvitatására. Minden esetre most nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és egy jó órán keresztül beszélgethettünk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A Kompországa jövő héten új adással jelentkezik. A viszontlátásra. Én is köszönöm, és köszönöm önöknek, ha végignézték a műsort.